Hale pappé, jopé, pappé, sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és rohadtul remélem, hogy lehet hallani, amit brekegek, mivel hogy hát nem is az, hogy teljesen nyitott sisakban vagyok, de majdnem, hogy most nem tudom nektek megmutatni az az igazság, mivel hogy nem is a sisakon van a kamera, hanem nyakba akaszthatós szírszarral van megoldva. Tehát volt egyszer egyetlen egy ilyen kellékem van, ami nem sisakra akaszthatós, és ez a nyakba akaszthatós volt. Ezt egyszer még sétálós vlogoláshoz vettem, és most úgy néz ki, hogy pont jól jön. A GoPro-nak egyébként van egy pár ilyen simi-sumi alkatrésze, de nem is alkatrész, hanem hát ilyen kellékek. És van nekik ilyen mellpántos megoldások is, csak hát nehogy már külön egy ilyen mellpántot hordjak, csak azért, mert nem hiszem, hogy egy jó megoldás lenne. Na, amint láthatjátok, elég szépen be van borulva a jóság. Itt van előttem a telefon azért, hogy lássam én is, hogy rendesen egyenesbe vagyunk-e, vagy ilyenek. Aztán a táska is, amit szoktam ugye hordani, ez a Patagonia fekete. Ez is most így ide van rátéve magam elé, mivel hogy normál állapotban a pántja így keresztül jön így így látjátok, tehát így van keresztül jön a mellkasomon, és pont betakarná a kamerát, úgyhogy na majd ehhez külön ki kell figurálnom egy külön vlogolós változatot. Meg most a izé van rajtam. Volt egy még az elején, amikor vettem az egyik Harley-t, akkor vettem ezt a bukós isakot. Elég jó egyébként, van rajta ilyen letolható napszemüveg. Nagyon lazaságos. És a mai motovlog, tehát és most így, tehát van rajta egy plexi, mindjárt kiszedjem a nyakamból ezt a kamerát, és bemutassam nektek, hogy hogyan is néz ki. Várjatok majd, hogyha megállunk, akkor megmutatom. Na és mit is akartam mondani? Semmit. Csudi jopi-popi van. Ezt akartam mondani valószínűleg. De ha nem, akkor is az van. Na milyen a motorhangja? Ja igen, a mikrofonra akartam kitérni, hogy azt meg csak így beszúrtam ide a sisak széléhez, nagyjából így szemmagasságba. Szemem azért picit lejjebb van, de na figyeljetek. Itt jön a trükk. Nem jön semmiféle trükk. Ez annyira le van szorulva ide az oldalára, hogy jó, menjél át a piroson, szar le, öcsém. Chávez. Te vagy a császár. Na várjatok, akkor is leveszem, aztán jó, megmutatom nektek, hogy is nézünk ki. Na, Sanyika. Tehát ez az, ami véd a széltől. Itt van a hangszórószar. És figyeljetek, így be lehet sötétíteni, hogy jó legyen mindenkinek. Na visszateszem, mert mindjárt átvált szépen jóságra. És egy-két, hát! Csúj, de jobbé papé van! Várjátok, le kell csuknom a plexit, mert ha nem, akkor viszont tudja, hogy nem fogtok hallani semmit. Na mindegy, szóval és így az egész szituáció. Szerintem lehet hallani, mert nem érezném, hogy ott, ahol elhelyezkedik a... Most nem kell a napszemüveg, úgyhogy kikapcsolom. Tehát ott, ahol elhelyezkedik a mikrofon, ott nem érzem, hogy fújna a szél, de fene se tudja. Ez majd így később kiderül. Szerintem ennek még jobb hangjának kéne, hogy legyen, mint a full face-be, mivel hogy ezt én így hallom most, hogy ez nem annyira dobozos. Na jó, ez is így a plexiről visszaverődő hang megy be a mikrofonba, ugye, de a full face-nél ott totálisan ott nincs hely, itt meg van egy kis hely, úgyhogy szerintem ez jobb. Na, a mai motovlog pedig semmi másról nem fog szólni,
mint erről a kis jószágról, úgy szeretem. Jaj. És várjatok, 214 kilométer van már benne. Ma is ugye elmentem intrót készíteni, és még tegnap is miután megmutattam ugye, és nézzétek meg itt a szélénél, ilyen szépen lehet menni. Na nem azért, mint hogyha a 750-esen nem mentem volna nagyon-nagyon szépen a szélén is. Tehát sokat nem változott így számomra, de viszont így ja, hogy így, mint például most így, ezek a kis kanyarodások, hogy így, húj, súly. Tehát olyan szépen, olyan kis helyen meg lehet vele fordulni, hogy ez valami brutális. Kimenjünk a tengerpartra. Szerintem az lesz, hogy kimenjünk a tengerpartra, aztán emeljük most jobbra, mindig balra szoktunk menni. És majd bemegyek ilyen kis utcákba, meg ilyenek. Csak azért, hogy jó legyen. De egy picit így nyomulunk egyet a tengerparton. Flagmán. Tehát ez jó, ez a sisak is oké. Okay. Tehát ez már úgy védi a fülemet. És a másikkal az az egy bajom egyébként, hogy a szél, ami csapja a fülemet, ugye azért raktam be a fülembe füldugót, hogy ne kapjak agyhártya gyulladást. De nem is, elfelejtettem mi a neve. Valami, ja, húzatot kap az ember füle, vagy valami, mit tudom én, de mindegy, nem teszi jót így a fülnek hosszú távon, hogyha így nagyon húzatos a szituáció. Na és lényeg, ami lényeg, hogy tapadjon a bélyeg. Figyelj, ez meg úgy döntött, hogy ő nem fogja elengedni a motorosokat. Mindjárt telibe veri oldalra. Ő nem fogja engedni, hogy itt valaki beelőzze. Teljesen mindegy, hogy olyan dugó van aranyapáim, hogy sehova a Chávez, de ő nem. És jó, olyan kis pöpecül felveszi a tempót, de mint mondtam, hogy le fogom cserélni a fogaskerekeket, hogy jó legyen. Még jobban így a... Nekem az lenne a lényeg, hogy így nulláról 60-ra még egy picit jobban így felhúzzon. Mi van, anya? Begyulladt a rendőröktől. Menjél, tessék menni. Tessék menegetni. Na jó. Majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell. Így kell, lazásan, flengriásan, hoppá, egy ribizli, tessék. Megyünk, jövünk. Nagyon szépen jövünk. És megmondom nektek a frankót, hogy olyan szinten kezd tetszeni ez a kis motokerékpáros. Egyet viszont észrevettem, hogyha ma rajtam volt például a hátizsák, és azt a súlyt így megtartani, jó, úgy szoktam meg, most is úgy csináltam, hogy nézzétek meg, itt le van zárva, tehát itt ez az Enoshima szakasz, tehát ahova beszoktunk menni, és kajakra itt az egészet itt végig zárták, meg a másik oldalon is, mert mindjárt látjátok, tehát most nem lehet bemenni, frankóra mondom, csak gyalogosoknak, meg, és most nem látom, hogy zöld vagy piros, gyalogosoknak és joppi-poppiknak lehet, és nézzétek meg itt a másik oldalon is, tele rendőrökkel. A buszokat engedik be, mivel hogy itt csinálják az olimpiát, ugye? Tehát az olimpiai játékosok mehetnek be, és azon felül meg gyalogos forgalom. De most pont azt beszélgettük a feleségemmel, hogy szegénykék, vannak páran, akik csak abból élnek, hogy ugye a parkolóhelyekből, ami befolyik pénz, tehát ugye a turisták ugye jönnek autóval, leparkolják az agynyotót, és abból van pénzük. És hát amíg ez tart, ez nem tudom, hogy meddig fog tartani, mert szerintem ez nem csak addig fog tartani, amíg az olimpia, hanem utána, hogy majd elpakolnak, vagy mit tudom én, tehát szerintem ezt lezárták egy jó két hónapra, egy nyarat elfelejthetik pont a csúcsforgalmat, amiből a legtöbb pénzük van. Nem tudom, hogy kapnak-e valami kárpótlást, vagy... Ja, és most nem húzom maxon, azt hozzáteszem azért, ja, csak hogy tudjátok. És így teljesen nyugodtan, teljesen
normálisan az autó forgalommal így lazában haladunk. Tehát nincs az, hogy zsenge lenne, vagy jujjúj, gyenguszka, semmi, nagyon jó. És ez a kényelem, ez olyan kis, hogy most megmozgattam a hátsó felemet az ülésen, olyan szivacsos, olyan nagyon szivacsosan jóságos. És nem tudom, én néztem egy pár review-t ugye, YouTube-on, és nagyon sokan azt mondják, hogy nagyon-nagyon puha a lengés csillapító. Hát nem tudom. Szerintem pont jó, én ezt úgy pont szeretem, tehát úgy túrázgatni, hogy jó legyen, jóságos legyen, ez sokkal jobb, hogyha nem olyan agresszíven kemény. És megmondom nektek a frankót, két nap alatt ugye beletettem 200 kilométert, tehát ugye azért most már nagyjából tudom, hogy miről beszélek. Tegnap egy ültőhelyembe lenyomtam vele 100-at, és teljesen korrekt. Tehát nincs az, hogy de nagyon fáj itt vagy ott, amikor leszállok róla. Hát jó, csak úgy elmotorozgat az ember, akkor most akkor ráhúzom csumára, hogy lássátok, hogy gyorsul. Nem egy nagy durranás egyébként, de ma még egyszer mondom, hogy nem is arra van kitalálva. És már a megengedett sebességnél vagyunk, tehát ennyi, az összes kocsi mögöttem van, tehát most akkor, na jó, így azért nem szeretném így használni, de hogy olyan kis gázon, és most már ott vagyok, itt vagyunk a majdnem a megengedettnél, és így ilyen kis, ja, alacsony fordulat számon, így elpöcörög a kis gépezet, úgyhogy én megmondom, hogy ide Japánban 125 köbcenti több, mint jóságos. Ó, menjünk, kövessük a motoros rendőrt, ott van pont akkor, most mi is ott el fogunk fordulni jobbra. Nem tudom, hogy dob egy visszafordulást, vagy pedig vagy jobbra megy. Nem mindegy, bekövetjük. Így néz ki a japán motoros rendőrség. Tessék! Hát azt tuti, hogy ezzel már meg se próbálnék elmenekülni, vagy ilyenek. Szerintem dob egy... Nem, lefordult. Azt hittem, hogy menni fog egy U-turn, egy megfordulást, de nem. Na igen, tehát a régi, nem is olyan régi motorommal ugye, azzal úgy mindig bennem volt, meg hát ilyen volt egy-két, nem konkrétan elmenekülés, de például volt olyan, hogy láttam, hogy a másik oldalon, az nem motoros rendőr volt, hanem ajottaus. Ő itt úgy néz ki, hogy balra megy, én meg hogy ne provokáljam, így egyenesen fogunk menni. Tehát... volt olyan, hogy a másik oldalon láttam, hogy jött a rendőrbácsi a Jottóval, és néztek engem nagyon csúnyán. Már ameddig tudtak, addig a fél másodpercig, mert olyan szinten húzattam neki. Aztán láttam a visszapillantó, hogy egyből dobtak egy visszafordulást. Hát olyankor az ember ugye nem fogja bevárni őket. De mindegy, olyan esetben le sem érnek, tehát olyankor az a céljuk igazániból, hogy bekövessenek, és hátulról be kell, hogy mérjenek. De ha kiszúrod őket, teljesen mindegy, hogyha ott ledobtam volna például a sebességet a megengedettre, akkor már jól is vagyok, tehát akkor nem kell konkrétan menekülni. Ilyenkor azt szokott a technikájuk lenni, bejönnek szépen mögéd úgy, hogy ne vedd észre, lemérnek, aztán utána tessék megállni, mert oda csapunk a lovak közé. Na, és ez a kényelmes, nem tudom, hát szétszed a boldogság. Páran fárasztottak a kommentekben, hogy Zsíros, ez csak egy vicc, ugye? A feleségednek vetted, meg ilyenek. Nem? Ez nem vicc. Tudom, hogy vicces. Viccesen is néz ki.
De nem vicc. Ez az a lazányos. Nem tudjátok, hogy mi a jó. Én megmondom nektek a frankót. De még egyszer mondom, hogy ez nem azoknak, akik... nem is tudom. Tehát ott Magyarországon nem biztos, hogy el tudnám nagyon-nagyon csúnyán képzelni. De még igen, ott is, hogyha... hogyha picit úgy óvatosan megy vele az ember, tehát amikor kifordulsz valahova, és hirtelen fel kell venned azt a tempót, amit diktálnak ott ugye 80 körül, nem tudom, a belvárosban, azt azért úgy ezzel nem a legkellemetesebb, hogy úgy mondjam, viszont ha úgy óvatosba jössz ki, és igen, akkor oké. De itt Japánban tökéletes, több mint tökéletes. És ugye a konkrét a motorozásnak az öröme, és annyira könnyű, tehát annyira teljesen más egy könnyű motort kormányozgatni, mint egy nehezet. Na most egy nehéz motornál pont ellenkezőleg a lassú menet, az a nehezebb. Kimész az autópályára, jól meghúzatod neki, és akkor tartja magát stabilba a gép. Hogyha egy szépen lassan így 20-szal, meg 10-zel, akkor nehéz az eleje, nehéz kormányozni. Tehát ez úgy csak úgy könnyebb így a lassan menő kis ide-oda, jobbra-balra. Nagyon kis jóságos. Már eleve az, hogy kiállni vele a garázsból. Általában úgy szoktam, hogy felülök rá, és akkor így hátra kitolatok. Egyenesben van a kamera. Nagyon fontos. Na, anya, menjél valamerre, kérlek szépen. Súly, de jól pörög. Hát ez nekem a 750-eshez képest az ereje, az vicc. Azt hozzáteszem. De viszont az, hogy ide így a elszütymörögni, tökéletes. Annyira tökéletes, hogy hát nem is tudok rá mit mondani nektek. És ugyanúgy, én megmondom nektek a frankót, hogy na, itt van most, ki kell ugranom az autótok elé, és itt vagyok. És fel is vettem a sebességet. Tehát teljesen rendben van. Nincs az, hogy ne lehetne vele normálisan közlekedni, vagy ilyenek. Na, úgy néz ki, hogy ott egy helikopter veszi az adást. Nagyon nyomatják most ezt az olimpiai jopi-poppiságot. Hát egyszerűen ez a gépezet, ez valami öröm. És azt hittem, hogy sokkal kisebb lesz. Elférünk-e itt a szélén? Na, itt viszont már nem férnék el a 750-essel. Úgy vágom azt, hogy mi az, amit beszoktam vállalni, meg mi az, amit nem. Ezzel meg csak úgy nyugdíjasba. Már csak ott nem férek el, ahol már gyalog se férne el az ember majdnem, hogy biciklivel, ahol bicajjal elférnék, ott ezzel is. Ja, álljál meg így szépen. Ja, hogy valaki jött át az úton, hát akkor viszont, igen. Azt nem láttam. Haha. No. Tehát ez a konkrétan a kényelmes tengerparti, belvárosi, motorozós jóság. Ja igen, kipróbáltam a Yoshimurát, ami van nekem, és rohadtul nem passzol rá már. Ugye alapjáraton amerre hajlik a cső vége, az se passzol. A vastagság az meg még jobban nem passzol.
Úgyhogy nem fogom szétszenvedni. Át tudnám variálni, hogyha akarnám, csak akkor viszont már olyan állapotba hoznám, hogy nem lehetne ugye eladni. Így aztán úgy döntöttem, hogy azt feldobom egy oldalra, amit van, és ahol használt cuccokat lehet árusítani. Úgyhogy eladom szépen, és az árából meg veszek egy Yoshimurát, amit kimondottan a majmokra találtak ki. És akkor okés lesz, jóságos lesz. Na, merre menjünk? Maradjunk a tengerparton? Hát szerintem maradjunk. Én úgy szeretek a tengerparton motorozgatni. Aha. Oké, ez rendes, nem direkt csinálta. Vannak, akik direkt szeretnének letuszkolni az út szélére. Itt az a veszély egyébként, itt annyira nem... Tehát én szoktam, az embereket szoktam nézni a visszapillantóból, hogy a tengert nézi, vagy pedig az utat. Tehát ilyenkor szokott az lenni, hogy nagyon sokan... Abból is szokott lenni karambol is, hogy a tengert nézik, tehát nézik a szörfösöket, stb. Főleg, hogyha egy dugó van, nem tud mit csinálni jó dolgával, és így gurulgatnak ilyen húszszal, meg ilyenek, és... Igen, és telibe veri az előtte lévőt, vagy pedig leszorít az útról ugye a motorosokat, tehát kettő a variáció. Úgyhogy ilyenkor inkább szeretem nézni az emberkéket. Amikor látom, hogy valaki néz engem a kimondottan a visszapillantóból, és úgy szorít lefele, na akkor azt már ugye tudja az ember, hogy hát engem szeretne kivégezni. Annyira kis... Hát... Háj, azt a csoda boldog mindenségit. Én nem tudom, én megmondom nektek a frankot, hogy ugye mondtam, hogy póniromettem volt, az volt az első motorom, és azon volt körülbelül ilyen boldogságérzetem, mint ezen. Azzal csak úgy... Húzd neki, azaz, húzd neki! Húzzátok neki oda szépen! Tehát ezen van egy ilyen... Ezen boldogság motorozni. Ez az igazság. Aj, de viszket az orrom mostanság. És páran azt is mondták, hogy biztos, hogy hiányozni fog a csapatás neki ezerre, meg ilyenek. Az az igazság, hogy nem. Tehát ilyen egyelőre, fel se tudja, mit hoz a holnap, de ha meg mégis, de nem. Egyszerűen megmondom a frankót, hogy nem. Az sem hiányzik már, hogy így állandóan reszkessek, hogy mikor kapnak el, és akkor, hogyha elkapnak, akkor vége a dalnak, tehát azt azért hozzáteszem. Itt nagyon-nagyon csúnyán vége a dalnak, tehát ilyen milliós büntetések. Ilyen 200-nál elkapnának, vége lenne. Elveszik a jogsimat. Milliós büntetés, még börtönbüntetést is kiszabnak, meg ilyenek, nem tudom, nagyon-nagyon csúnyán megszívná az ember, és akkor most ténylegesen azért, mert ez egy groom volt, ugyanúgy 125-ös, nagyon keni vágja neki a fickó. Tehát semmi értelme. És megmondom a frankot, hogy sokkal boldogabb vagyok ezen a
És ez ettől a fajta motorozástól, mint húzatni neki 100 000-rel. Annak is van egy örömérzete, csak az meg teljesen más. Az inkább kihoz egy ilyen elég erős adrenalint, azt se tudom már, hogy kivel vagyok. És ja, hogy ott van az ember, hogy azt is ugye a tudtába lenni az, hogy egyetlen egy rossz mozdulat, meg még rossz mozdulat sem kell, például becsúszik egy olyan, hogy átszalad a macska az úton, és jót telibe verem, és akkor vége. Tehát úgy ott van az is, az ember tudja, hogy az életével játszik. Na de... Oké, annak is van egy szépsége valahol. Csak hát... Ez meg ad egy ilyen boldogságérzetet. Ez konkrétan ez a boldogságérzet. Az a motorozásnak a jaj, de jó, papi. Még így is, hogy a szélén megyek. Ez azért úgy látványra gondolom én, hogy nem lehet valami nagy boldogságérzetnek tűnő dolog, de az jóságos. Elmenjünk-e valamerre, szerintetek? Befigyukálunk erre fele, figyeljetek. Most egy teljesen fogalmam nincs, hogy merre. Ja, motorozgatunk egy kényelmesbe. Nagyon jó. És most pont az idő is olyan kellemetes, kicsit hűvöskés. Na hova mennek ezek az emberkék? Lesz búcsú? Tapolcán? Itt van mögöttem egy ajjató is. Hát az nagyon nem lesz neki kellemes, mert ez annyira keskeny, de itt nagyon-nagyon sok út ilyen. Hogy amikor jön szemből is például egy autó, akkor annyi vége a dalnak. Valakinek meg kell állni, hanem elrenjünk jobbra, vagy balra, vagy egyenesen. Menjünk szerintem balra. Ez lesz a jóságos. Ha esetleg nem lenne tiszta a hang, és a szél nagyon bezavarna, akkor most így ezúttal mindenkitől szégyenletes bocsánatot kérek. De így is úgy is, én már csak ezt akkor fogom megtudni, amikor szerkeztem ezt a vidinyót. És nagyon-nagyon remélem, hogy oké lesz, de így is úgy is fel fogom tenni, ha csak nem abszolút nincs hang. De viszont azt is hozzáteszem, hogy egy ennél kisebb motor az viszont már nem. Tehát az már nem játszana be. Azért sem, mert más törvények vonatkoznak az 50 köbcentisekre. Tehát az 50 köbcentissel 30-nál többet sehol nem lehet menni. Elméletileg. Tehát gyakorlatban ugye 50-ig jobbakat 60-ig ki lehet húzatni. Ki is szokták általában, és hát igen, ott is ott van az, hogy elkapnak vagy nem kapnak. De hát eléggé rá is vannak állva, főleg a motoros rendőrök. Pont ezért, mert tudják, hogy senki nem fogja betartani a sebességkorlátozást, úgyhogy... Na merre menjünk? Suhancok. Szerintem dobok itt egy jobbost. Jóságos. Na, erről beszéltem, itt is van a táskámnak a pántja, jó, hogy észrevettem most. Ezért hagytam most így a telefont itt előttem, hogy lássam, hogyha valami nem frankóságos. Ja, szerintem majd így a vlogolgatáshoz vagy háti táska fog bejátszani. Ja, szerintem háti táska. Ezek pont ez a keresztpántos, úgyhogy... Hogy miért nem gondoltam rá, még mielőtt elindultam otthonról. Így jártam.
ezt az utat meg itt elkezdték szétbombázni. Már körülbelül egy jó fél éve. Aztán utána így idehánytak, olyan szinten remeg, kirázza, rezgi a gyomromat. Nagyon lazán megoldották, az biztos. Tutko. Elméletileg ez még így nincs kész, csak lehet, hogy be akarják keményíteni az ajotósokkal. Az is elképzelhető variáció. És utána húzzák fel rá a végleges aszfaltot. Ja, még amit el tudnék mondani a mociról, ami észrevételem, hogy az első fék az nagyon valami sudár. Egy ujjal, tehát nagyon-nagyon könnyen rá lehet fékezni, egy ujjal is, és elég szépet ráfog. A hátsó az már nem annyira. Tehát a hátsó az, na jó, de hát a hátsó fék az majdnem, hogy minden motornál így van, hogy nem... Tehát közel sem olyan jó, mint az első. Na, itt dobunk egy balost. Csak hogy jó legyen, azért. És itt miután balra mentünk, hogyha végig egyenesen megyünk, akkor elérünk ahhoz a nagyon híres, jóságos buddhista templomhoz, ahol már elvittelek titeket. Párszor. Hachimangu Sama. Az a neve. Úgyhogy elugrunk arra fele. Megfigyük, álljuk. Nem meg be a templomba, hanem csak ja, ott a fordulónál dobunk egy visszafordulósat. És nagyjából az aksi úgy néz ki, hogy már így ennyi lesz. Aztán még mi az észrevételem ezzel kapcsolatban? Igen, az ülés, a pozíció, tehát nem az ülés, nem önmagában az ülés, hanem az ülés pozíció az még nem 100%-ig. Tehát lehet, hogy még egy picit előrébb a kormányt. És most is egy ujjal fékezek egyébként. Nem látjátok. Itt van, ihon vagyunk, egy ujjas mutatvány. Szoktam kettővel is egyébként. Kettővel jobb. De egyel, nem tudom, jobb szeretem fogni négy ujjal a gázt. Ha nagyon oda kell neki rántani, akkor ki szoktam csapni az összes ujjamat, de... Ezen felül még mi az, ami nagyjából ennyi? Aztán a tervekben ugye mi az, ami a tervek között szerepel, mi az, amit leszeretnék rajta mindenképpen cserélni, vagy hát nem feltétlenül csere, mert vannak itt ilyen hozzáadások is. Hát a karokat azt tudom, hogy le fogom cserélni, mert ezek csak ezek az eredeti karok nekem soha nem jöttek be. Veszek rá majd valami jóságos kéket, mint az előző mocim volt. És... Ezen felül ugye a légszűrőt, azt le fogom cserélni mindenképpen. Aztán szeretnék hátulra felrakni egy csomagtartót, ezt úgy hívják. És veszek rá egy dobozt is. Tehát itt hátam mögé az ülés mögött ugye. Szerintem mindenki képbe van. Vannak ezek a kis lezárható kis dobozok. Majdnem olyan, mint ott a postás fickónak. Nem itt az előttem lévő, az nem postás, hanem a másik oldalon jött egy piros fickó, az volt a postás. De majd ha látok egyet, akkor azt mondom, hogy rámutatok, hogy ilyet. Tehát, és oda bele lehet pakolni úgy alapjáraton a cuccokat. Már csak azért is jó, mert nem igazán szeretem így a hátizsákba, úgyhogy főleg a kamerákat, hogyha berakom. Ma is vittem a drónt is egyébként, csak eléggé fújt a szélpont ott a tengerparton, és elő se vettem.
Mert a, ja, hogyha a drónnak nincs ez a, az a, mint hogyha a taknyon csúszna, az a nagyon-nagyon sima, egyenletes mozgása, akkor hát akkor nem igazán chip, nem tudom. Tehát igen, azt. És akkor ugye a dobozban nem is kell, hogy külön-külön berakni, hanem úgy, ahogy van hátitáska például, hátitáskába berakom a kamerákat, meg amit éppen vinni szeretnék, és csak úgy ne a vállamra szakadjon rá a súly, hanem annak ellenére, hogy rá szoktam helyezni, tehát így a mögöttem, ami leér, úgy szoktam beállítani, hogy leérjen az ülésre, és akkor nem az egész súlyt kell így varázsolnom, de sokkal jobban szeretem, hogy könnyebb mozogni, tehát így, ja, ha kimotorozik, az úgyis tudja, miről beszélek. Tehát, hogy ez a táska, ami most rajtam van, ez csak egy ilyen, nem tudom, ez fél kiló sincs, úgyhogy ez abszolút ennyi az, amennyi nekem belefér. Ja, és azt is írjátok már le, hogy melyik szokott jobb lenne a motovlogozásnál, mert most itt, ha észrevettétek, az a különbség, hogy ugye a bukós és akkor van a kamera, akkor jobbra-balra, amikor én nézelődöm, akkor arra mozog ugyebár a kamera. De viszont az pont szerintem még zavaró is lehet. Így, ahogy most én így nézem, sokkal élvezhetőbb szerintem, úgyhogy írjátok le, hogy a sisakon jobb volt, vagy pedig ez a variáció jobb. Aztán mindent így együtt kiformálunk, együtt kiokoskodjuk, hogy mindenki jól érezze magát. Na, tehát ez az egyik, amit ugye fel szeretnék rá tenni, aztán ugye a kipufogót le szeretném rajta cseréltetni, légszűrőt, azt is az előbb ugye mondtam. És, ja igen, a műszerfalat is, ezt műszerfalnak hívják? Nem hinném. A kijelzőt, vagy mi a gyíkom. Ami nem, tehát nem egy szar, nem tudom, meg fogjátok most így látni, így egészen fel kell ide álljak. A problémám vele az, hogy nappal, ja nem azt mondom, hogy nem lehet látni, de nem valami túlzottan erősen lehet látni, ez az egyik. A másik jobb szeretném, hogyha lenne egy rohadt óra rajta, ami megint csak hát... ja, csak úgy, ja, jó lenne, hogyha lenne. De például így ki is dobhatom a telefonomat minden egyes alkalommal, és akkor, ja, itt már látom rajta, hogy mennyi az időt, hát még ez se. Aztán fordulatszámmérő sincs rajta, ami igazából megint csak úgy, hogy lehet, ja, azt nem tudom majd. És a pluszba azt sem mutatja, hogy éppen hanyadikban melyik sebességben vagyok, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, ugye csak a neutralt mutatja. Kicsit szerintem próbáljuk ki így, várjatok, így elmondom, hogy mit próbálunk ki, mert az is lehet, hogy semmit nem lehet majd hallani belőle. Tehát kipróbálom úgy, hogy kinyitom a plexit, és hogyha így lehet hallani, hogyha kinyitom a plexit, akkor viszont a fullra nyitott bukóval is el tudjuk játszani, tehát most fogom kinyitni egy-két há, és tovább beszélek nektek, hogy mi a jobb poppiság. Na most ennél a tempónál gondolom, hogy így azért valamit lehet hallani, de szerintem már a szél is azért bekavar valamennyit, de a fenne se tudja. Viszont így én is sokkal kevésbé hallom a saját hangomat, mivel hogy a plexin, ami visszaverődik hang, az adja az évet. Na és most megyünk úgy normális utazó tempóval, és hogyha most is lehet hallani, amit kvarrattyolok, és a szél nem nagyon zavar be, akkor szerintem csudi jobb poppiság. Páré bézli, kis csávez. Na és akkor szerintem megint kiugrunk a tengerpartra. Úgy nézem, hogy az aksi már eléggé vége fele jár. És onnantól szerintem megyek vissza hazafele. Remélem mindenkinek tetszik az új intro, jóságos, jobb. Yep.
Pippi-poppi. És ja, csak így laza, meg minden. Csúj. Csúj. Na erre lehet ténylegesen mondani, hogy csúj. Bizony. Én arra gondoltam egyébként, hogy ez a sisak, ez... Ja, csak így, hogy... Vissza is csukom, hogy 100%-ra halljatok. Ja jó, ez se biztos, hogy ez 100%-os. De ez nekem lehet, hogy ez a sisak, ez lesz majd a vlogolós sisak. És amikor csak úgy majd én alapjáraton, az is egy mini mocci volt itt előttünk, ami, és hát nem előttünk, hanem a szembejövő forgalomnál. Tehát igen, ez a sisak is, csak annyi, hogy rá van írva, hogy Harley, és ez milyen gáz már. Dobhatok rá matricát is oda egyébként, vagy ja, telibe festem, csak úgy szolídan. Meg egyébként is ki a szart érdekel, hogy mi van ráírva. Tehát az is lehet, hogyha ebben nagyon szépen lehet hallani. Ez is elég kellemes, úgy jár a levegő, tehát nem az a full face-be. Abban megmondom a frakot, hogy rohad a fejem. Nyáron, tehát télen persze, hogy abba fogok motovlogozni, meg azt fogom használni, csak úgy, amikor elugrok valahova is, mert olyan rohadt hideg van, hogy lefagy a fülem, meg ilyenek. Viszont nyáron, jaj, jobb szeretem az ilyen nyitott kis satyeszokat. De mindegy, majd vlogolás az, hogyha ez jó lesz, most ez ha beválik, akkor ezt fogom használni. Ha nem válik be, akkor még varázsolok rajta. Ki fogom figurálni, figuritálózni, hogy mi lesz a legjobb. És akkor itt dobunk egy jobbost. Ehetnék egy ráment is igazándiból. Itt van egy ráment, és megnézzük, hogy de most szerintem rohadt sokan vannak. Mindjárt megnézzük. Egyetlen egyszer, ja, vannak páran, így befejezték a mutatványt, a tengerparti mutatványt. Itt a hátsó ülések, tehát fullba van az egész. De azt nem lehetne, hogy kint tegyek, de nem. Mondta a feleségem, hogy ha kint teszek, az is oké, hogy csinál valami kaját éppen, de mondta, hogyha ja, hogy kedvemre csináljam a feszültséget. Így. Úgyhogy most ezt szerintem kihagyom. Mondta, hogy csak így a motorozgatás szempontjából nagyon jó számon venné, hogyha elmennék keresgélni ilyen új rámeneseket. És akkor amelyikre rámondom, hogy oké, ez finom volt, akkor oda meg együtt is elmennénk, mert nagyon sokszor az a helyzet egyébként, hogy ja, elmegyünk valahova új helyre, és hát ilyen tróger íze van, és senki nem boldog. Nincs meg a boldogság. Ja. Úgyhogy azt szeretném, hogyha én lennék a kísérleti nyúl. Vagy az egér. Vagy mit tudom én. Rengetegen... Ja, most látom, hogy egész szépen fújja a... Nem tudom, hogy csak hogyha oldalra nézek, akkor... De most nagyon szépen fújja a szél a... Így látom a szememmel a mikrofont egy kicsit. Hát lehet, hogy azért lesz ebbe szél jóságoskodás. Nagyon úgy néz ki, úgy fest a dolog. De nem baj.
Tehát igen, majd szerintem így ez pár motovlog erről fog szólni. Elmegyünk új rámeneseket keresni, aztán jobb becsócsálok belőle a jóságból. Tehát ilyen zabálós vlogok le, zabálós motovlog. Mindig kell valami cél. Nekem egyébként nem, én olyan szépen el szoktam motorozgatni, csak így bele így a semmibe. Elmegyek, össze-vissza eltekergek. Na jó, hogyha szoktam látni, tehát ez viszont már csak így adódóan alkalomtól, hogyha találok valami érdekes éttermet, vagy valami, akkor ugye bedobálok az arcomba, hogyha éppen éhes vagyok, de vagy kávézóba beülök, de úgy kimondottan nem szoktam keresgélni új helyeket, de most felkért az asszonypajtás, hogy hát legyek olyan kedves. Mert mindannyian szeretjük a láment egyébként, japánok mind szeretik, szerintem mindenki szereti a láment, csak a jót. Tehát nem a... Vannak néha olyan gagyi... Már nem tudom. Csak úgy nem az a tetszetős. Na, úgy néz ki, hogy bedugultunk. De viszont a majommal lehet perrítani. Nem tudom, még azon is elgondolkozom, hogy a kipufogót lecseréljem. Ez nekem kinézetre rohadtul tetszik, ezt eltalálták. Írjátok már a kommentbe. És a másik, a Yoshimurának meg jó a hangja, meg minden, de nem tudom. Ilyen kis motoroknál egy kicsit olyan gagyi nekem, amikor és akkor ilyen jól röfög, mintha disznó lenne. Tehát úgy ja, egy normális fordulatszámú motornál teljesen más a téma, teljesen más, vagy pedig mint hogyha a traktor menne. Jó, annak is van egy feelingje, én nem azt mondom, hogy nem, de nem tudom, lehet, hogy csak így hagyom, így ilyen rohadt halkan. Na vannak hullámok. Egész jó hullámok vannak itt, figyeljetek. Ja, nem tudok figyelni. Én most a hullámokat néztem, de ti meg nem. Nem tudjátok, mert a mellkasomon van a jóság. Húzzad neki, aranyapá, húzzad neki! 250-es, megköszönte legalább. Csúgy, de nagyon pirít neki. Nem szarozik. A crossos Chávez. Voltak fülek is a bukóján, mint hogyha ő lenne a Mickey Mouse. Mickey Egér. Na, beugorjunk-e ide a parkolóba? Csak úgy flegmásan. Itt be lehet jönni? Be hát. Na, nehogy be. Ingyé. Így kell ingyé parkolni. Na jó, ez csak motorosoknak van, ingyé. Itt is van egy ilyen kis... És ez egész finom volt, várjátok? Itt mi is volt valami... Ott valami... Emlékszem rá, itt is készítettem egy vidinyót. És ez finom volt, ez nekem tetszett. Lehet, hogy itt bekapjak valamit. Az a helyzet, hogy eléggé megéheztem, úgyhogy nem biztos, hogy hazáig kibírom. Mi volt itt a menü? Azt mondja, hogy...
Mi volt itt a jóságos? Nem is emlékszem rá, hogy van-e hamburger, meg ilyenek. Ah, van ilyen szendvicsféleség. És itt kint is be lehet zabbálni belőle. Hát ez már mekkora laza, nem? Most mondjátok azt akarom, hogy ez nem lazza. Úgyhogy... hát, fene a pofámat. Várjatok. Ja, ti nem is látjátok a kis jóságos üzletet így most remélhetőleg. Azt mondja, hogy cheese steak sandwich 1400. Na oké, okay, hát így az árakkal tengerparti árak. Nem, szerintem nem választok be belőle. Just nem. És most így konkrétan megmondom nektek, nem fogok össze-vissza hülyeségeket magyarázni. Így konkrétan az ára miatt nem. Most úgy nem érzem úgy, hogy egy szendvics, és nem is az a nagy, nem is az a nagyon nagy szendvics, hanem a kisebb fajta. 1400, és még, ja, szeretnék inni is azért úgy mellette valamit. Tehát úgy 2000, és tudom, hogy nagyon-nagyon jól tudom, hogy nem laknék jól belőle, úgyhogy úgy, ahogy van, szépen kihagyom. És már úgyis vége ennek a motovlogosdinak. Úgyhogy, ja, szerintem hazapirítok, és kosher. Itt megállunk egy picit, megnézzük a tengert, aztán ennyi. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy valamennyire azért úgy lehetett élvezni. Jóság, bőség, napraforgó, cukorka, csoki, kóli, roppi. Na, így néz ki a tenger. És azért egyébként, mivel hogy jön a tájfun, és tájfun előtt mindig az van, hogy megemelkednek a hullámok, és előtte egy nappal nagyjából azt szokott tenni, hogy pont jó, úgyhogy nekem is le kellett volna ma jönnöm szörfözni, szerintem. Az a helyzet, hogy a szörfözéshez külön izom kell, tehát ez nem úgy néz ki, hogy ugyanazok az izmokat használja az ember, mint a földművelésnél. Így aztán, így, hogy már pár éve nem is szörföztem egyáltalán, így szerintem én látom magam előtt, hogy ja, szerintem kieveznék, aztán fene se tudja, egyet elkapnék például, várnék egy hullámot, elkapnám, meglovagolnám, és szerintem annyi, fel is adnám. Úgyhogy ezt úgy érdemes, hogyha jön az ember legalább hetente kétszer, és akkor azokat az izmokat, amiket használ, azokat úgy karban tartja direkt ehhez. Na jó, arrafele pedig van a naplemente, hogyha lássátok a szép naplementét. Hát akkor itt megköszönöm nektek, köszönöm, hogy megnéztétek, vessetek még egy pillantást a jóságra. Csujjujjujjujjuj, itt van most én is nézem, hogy benne van a képbe, vagy nincs benne a képbe. Na jó, köszöntöm, sziasztok, és kommenteljetek, hogy milyen volt ez a motovlog. Meg úgy önmagában ne a témával kapcsolatban, mert az úgyis az volt, amilyen, hanem egyik az ugye, hogy ez most így ez a nyakbalkasztós pozíció volt jobb, vagy rakjam vissza a sisakra a kamerát. Aztán, hogy a szél mennyire volt zavaró, hogy nyugodtan belefér, vagy te rohadék zsíros, vagy valami, nem tudom, kommenteljetek valamit. Na, köszöntöm, sziasztok!